Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni? Ez egy általános jóslás. Viszont én biztos vagyok abban, hogy valami szól hozzád, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te jelenleg ezt a videót megnézed. Persze megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. Vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Tehát mit tervez veled? Itt látható a háta mögött, hogy a múltban voltak kihívások, viták, veszekedések, nehézségek, de ő ezt már lezárta. És nem is gondol rá, hiszen győzött, elfordul az események felől. A második kérdés úgy hangzik, hogy hogyan érzi magát. Itt látható a fő papnő. Ez jelenti a hitét, vagy egy spirituális területet. Lehet, hogy érdeklik ezek a témák, de itt megvan a bizalom, hiszen bízik abban, hogy minden úgy fog történni, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Hiszen ez a főpapnő ezeket a titkokat őrzi. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt látható ez a tolvaj. Lehet, hogy valaki valamit ellopott tőle, és ő beszámol erről. Vagy fél attól, hogy valaki eltávolít téged az ő környezetéből, tehát fél attól, hogy elveszít téged. Persze ez a tolvaj jelenthet pozitív dolgokat is. Amikor a tolvaj eltávolítja itt a nehézségeket, a problémákat, és ő le tudja zárni a múltat, és akkor lesz itt egy új kezdet. A következő kártya arra utal, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható ez az ördög. Én nem hiszem, hogy te vagy ő rossz indulatú. Inkább ez a kép jelenti a környezeteteket, hogy valami vagy valaki figyelget benneteket, és nem akarja, hogy ti összejöjjetek, hogy ti együtt legyetek egymással. Tehát a környezetben van rossz indulat. De a tolvaj segíteni tud ezt a hamis szemét a környezetetekből eltávolítani. Ez az ördög utalhat negatív gondolatokra is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy utalhat negatív érzelmekre is, félelmekre vagy bizonytalanságokra. Ebben az esetben a tolvaj újra tud segíteni, hiszen eltávolítja ezt a negatív energiát. De azért ügyelj a környezetedre, mert szerintem itt vannak hamis emberek, akik irigyek rátok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!